tudod is, meg nem is tudod. Így van ez. A szerelem engem mindig bolondá tesz. Ma is őt, ma is őt, ma is őt szeretem. Egyedül, 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 egyedül. Hogy is mondjam meg, baby, az neked úgy. Szeretlek is, meg nem is. Tudod, így van ez. A szerelem engem mindig bolondá tesz. Szeretlek is, meg nem is. Tudod, így van ez. A szerelem engem mindig bolondá tesz. Feltételezem, hogy ezt a dalt most, amikor felhangzott, nem pusztán Szikora Robi énekelte, csak aki még emlékszik erre a szövegre, hanem nagyon sokan, mert ez egy óriási sláger volt valamikor, és nem véletlenül nyúltak. Csókolom a kezeiket, hölgyeim, tessék helyet foglalni. Elférünk. Elférnek? Igen. Ha nem nézni a feleségem a műsort, mondanám, hogy valaki üljön az ölembe, de sajnos erre most nincs volt. Tehát általunk csak Vikinek ismert Viki, ugye Pintacsi Viktória növendékei, munkatársai a Smile Girls, ugye? A Smile. Smile. Tudom, Spice hogy nehéz kimondani, nem vagy egyedül. Smile Girls. Megbocsájtjuk. Csapat, aki Szikora dallal rukol elő. Jó ez, jó ne? Adják, aha. De jó. Öt fiatal, szép lány, ahogy a te... Fehérben. Őzöttben, nem? Hát ott már ilyen nincs is. Hogy? Manapság, hogy nem hiányzik egy kicsit éltesebb fiatal ember a csapat éléről esetleg? Szemüveges szakállas. Van éltesebb hölgy, aki. Viki, arra gondoltam, és amikor hallottam, hogy jönnek az ön vezetésével az együttes tagjai, hogy ez biztos, hogy felkészült csapat, mert annak idején még Nyíregyházán az első gálaeston a húgával ott jártak nálunk, kitűnően énekeltek, de akkor ketten elénekeltek egy blues-t, vagy valami amerikai evergreen, ami egészen fantasztikus volt. És akkor abból kiderült az, hogy maguk nem csak populárisak, hanem zeneileg is rendkívül képzettek és igényesek. Már nagyon pirulok. Nem kell pirulnia. De azt veszem, hogy ez ennek megvan a szangja, ennek a számnak, és itt most több szó, amit akkor is több szólamban énekeltek. Nem. Volt egy halk terc hátul, de most a... Amit élőben a koncerteken én hoztam. Éneket, mint Ben Graham vokál. Igen, tudom. Sergóban. Ez egy érdekes történet, itt több szálon. Mondjuk róla néhány mondatot. Össze ez a dolog. Hát ez úgy néz ki, hogy annak idején, mikor én Robival először megismerkedtem, akkor úgy kerültem be a csapatba, hogy az Ergo turnén bokáloztam. Aztán tulajdonképpen én lettem az Ergo proletár lánya, ugye? Ez kicsit azért több volt, mint bokálozás. Milyenek voltak ezek az Ergo turnék? Új, nagyon jók. Nagyon jók. Azt kell, hogy mondjam, hogy ma már nem nagyon vannak ilyen turnék. Ezt lehetne boncolgatni, hogy miért, milyen oka van, nagyon-nagyon sok, úgyhogy erről órákig lehetne beszélni. Mindenesetre az egy fantasztikus időszak volt. Fesztiválon értem egy számot, és nyertél valamit. Így van, ez a dolog folytatódott azzal, hogy aztán készült nekem egy szólóalbumom 91-ben, Ne tisd el tőlem a szívedet címmel. Emlékszünk rá? Amelyet Ától Certig Robi írt nekem, zenét és szöveget is, és ezzel a
címadó dallal. Én egy fesztiválon harmadik díjat nyertem, ami együtt járt egy album elkészítésével, és így került ki a boltok polcaira ez a bizonyos lemez. Aztán ennek folytatása is volt, de lényeg az, hogy pont az jutott eszembe, hogy ez a ma is őt szeretem. Ez olyan a Robival, mint egy szerelem, ami nem tud abba maradni. Azt mondja meg, újból és újból. Miért nem énekel? Itt van a Szikora, amíg mindig gondolom képes slágereket írni, maga kiválóan énekel. Most elkezdett menedzser lenni? Hát is, igen. Azért fogok én még énekelni. Igen? Igen. Azt remélem. Most inkább hagyjuk, majd az egyszer csak kiderül. A lányok csapat az tulajdonképpen úgy alakult, hogy annak idején ők Spice Girls számokat énekeltek, ezért a név hasonlatossága. Ezzel járták az országot, nagyon sikeresen egyébként. Ezt egy kiadó olvasta, amint erről írtak az egyik napilapban. Szimpatikus volt neki a dolog, és azt mondta, hogy na most akkor saját számokat. Így elkészült tavaly ősszel egy maxi CD, majd egy album. Őrizd az álmodat címmel, és ez a mostani dal, amelyet hallottunk, illetve majd egy videóklipet is fogunk látni, ez már a teljesen megújult Smile Girls. Ez már a második fejezet. A hölgyeket nehéz lesz megszólaltatni az adott időn belül, mert öt szép hölgytől nem akarok senkinek kiváltságot adni, hogy kibeszél. Elég, hogyha nézzük most magunkat. Robi, te nem csak előadó és szerző vagy, hanem némileg azért ismered a marketinget is. Én csak kérdezem, van még rés hölgycsapatoknak? Mi abszolút. Mitől függ egy hölgycsapatnak a sikere ma? A zenei igényességétől, a leleményességétől, vagy attól, hogy baromi jó csajokat látok, nagyon jó. Mindennek össze kell jönni, és akkor van valami szansz. És kell szerezni mecénest. Az mindig kell, de nekik megvan az adottságuk. Jól énekelnek, szépek, és ez elég. És hát a számokat pedig bárki ír nekik, szóval nem kell. De hát azt gondolom, hogy mikor nem mindegy, hogy bárki. Nem, megvan a kialakult csapatunk, Kassa Tibor a zeneszerzőnk, egyébként jó magam vagyok a szövegek írója, ha éppen nem feldolgozásról van szó, de most nagyon hiszünk két dalban, ez az egyik a Nyár címe, amelynek a videoklipjét fogjuk látni, és a Szeretlek is, meg nem is, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy a lányok és a magam nevében megköszönjem a Robinak, hogy nekem eljött hoztátok. Ide. Nagy, láttam, hogy kint már szemezgettél vele, úgyhogy tudtam, hogy nagyon fogsz bekérni. Ez nem a postabank macia. Nem, ez egy igazi, hagyományos stílusú maci, nekem azért tetszett. Robi, azért bocsánatot kérek a hölgyekkel, azért szikorra rossz esek. Bocs, a Spice Girls-ből tudod, mi lesz, hogyha megöregszenek? Old Spice, ugye rossz? Robi, azért aktuális kérdés, igen. Hogy azt olvastam az újságokban, hogy a Hangszár című egyébként igen sikeres műsor, igen. A MTV jelenleg kevés sikeres műsorai közül az egyik és nagyon nézett műsor, hát fogyóban igen. Van. Hírugtak. Még csak a híradót hírugtak? Még ma híradó van még, amit úgy néznek az emberek. Ezt is, hát mind utoljára a Fábri volt, utolsó előtt, aztán engem is, vagy minket is. De nem úgy történt, hogy végül is kényszerültek elmenni, mert persze, mondjuk nem fizetnek? Persze. Nem, ők fizettek rendesen, szóval erről nem tudok hát, mit mondani. Miért nem kell ez a műsor? Mert nem, nincs több pénz. Tehát a kassa nagyon üres, az új vezetés viszont egy tabularázat akar csinálni, és mindent előről kezdeni, új alapokról, és minden, amiből esetleg visszajöhetne pénz, azt kiteszi. Szóval ez... Azt is olvastam, hogy esetleg más csatornán lenne lehetőség. Ezt én is olvastam, igen, és ez így is van. Hát nyilván, hogyha kitettek már, kegyvesztettek lettünk, akkor egy másik kereskedelmi adón elindult a tárgyás, nem én vagyok benne. Csöppet sem féltelek egyébként, mert már csak azért sem, mert mint műsorvezető, zenész mindenképpen, mint előadó mindenképpen, mint műsorvezető, de megmondom őszintén, én nagyon szívesen néznék egy Szikora könyvzenei paródiát is, mert nekem arról is nagyon jó emlékeim vannak, és ebben a műfajban én nagyon szívesen látnálak téged, eléggé keveset láttunk, és amikor láttunk, akkor meg az marha jó volt. Nincs ilyen terved? De van. Van? Büfé nyitva van. Hogy neki. Hölgyeim, az önök klipjét most megnézzük. Hát kérem, sok sikert kívánok Viki pátyolgatása alatt, és örülök, hogy itt voltak. Emelték a műsorunknak a fényét, főleg azért, mert, hogy én vezetem, nekem egészen különleges élmény volt önökkel együtt. Most már mindjárt, köszönjük a meghívást.